A hét első felében még napi 2-3 edzéssel készült a berlini Európa-bajnokságra Hellebrandt Máté, akinek a kánikula alaposan megnehezítette a dolgát. A tavalyi világbajnokságon országos csúccsal 6. helyen végző gyalogló, mindössze 3. 50 kilométeres versenyén áll majd rajthoz a német fővárosban. Pokrovenszky József tanítványa elmondta, hogy egy magaslati edzőtáborral tarkított felkészülés végéhez közeledve optimistán várja az EB-t. Nagyon jó formában vagyok, edzéseken nagyon jó időket megyek, illetve a legkeményebb edzéseket is nagyon könnyedén meg tudom csinálni. Ezért nagyon izgatott vagyok, hogy fog sikerülni ez az Európa-bajnokság, mivel hát az én meglátásom szerint még a pályafutásom alatt nem voltam ilyen jó formában, mint most. Remélem ez majd ott Berlinben is, azon az adott napon, azon az adott helyen is ki fog jönni. Az 50 kilométeres gyaloglás részvevői egy 2 kilométeres pályán teljesítenek 25 kört. Erre nem csak fizikálisan, hanem pszichésen is fel kell készülniük a versenyzőknek. Fejben nagyon nehéz ezt végigcsinálni, majdnem egy 4 órás versenyről van szó, ami igazából 35 kilométernél kezdődik, olyan 3 óránál, és hát az utolsó 10 kilométer az tényleg nagyon kemény, és főleg, hogyha valaki holdpontba kerül, akkor onnan kimászni nagyon nehéz. Hát a taktikáról még nem nagyon szeretnék mondani, mert az úgyis ott fog kiderülni, hogy az időjárás is nagy befolyásolási tényező, illetve hogy a többiek hogy taktikáznak, hozzá kell majd kicsit úgy igazodnom. De megpróbálok majd a saját tempóban menni egy darabig, legalább fél távig, és akkor utána majd úgyis majd alakul. A magyar válogatott 33 versenyzővel szombaton utazik el Berlinbe. Az 50 kilométeres gyaloglás mezőnye kedreggel 8:30-kor vág neki a távnak. Hellebrandt Máté elmondta, ha csak valami rendkívüli nem történik, az aranyérem az eltiltása után visszatérő szlovák olimpiai bajnok Matej Tóth nyakába kerül majd. Ő az első 8 között szeretne végezni, lehetőség szerint minél előkelőbb helyen.